Szép estét mindenkinek, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, a műsor neve Sample Temple, és a vendégeink a házban Enzi, azaz Hanzi és Pászti, itt van meg velünk One AB, Sanyaman, és kezdjük is az adást, felteszek pár kérdést, egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mik fognak itt hangzani, illetve mik is itt a gondolatok és az érzelmek ezzel az egész produkcióval kapcsolatban. Hát, hogyha pár gondolatban meg tudjátok így mondani, vagy fejteni, hogy mi külön-külön a zenei indulópontjaitok, vagy mi előzte meg ezt az Enzi produkciót? Hogy mi előzte meg pontosan? Hát, miben foglalkoztatok, miben vagytok, miben voltatok? Ugyanezzel foglalkoztunk, csak külön utakon. És egy palkonyai rendezvényen botlottunk egymásba. Ott találtuk ki ezt az egész projektet. Palkonya Hangja Fesztivál. Egész pontosan. És akkor hát eltelt egy kis idő, onnantól számítva. Pest éjszakába összefutottunk többször, és akkor kitaláltuk, hogy csináljuk ezt. Hogy live műsor szemplerről be, és akkor fúvós hangszerekkel díszítve. Oh. Ez nagy álmom. Tehát én jól vagyok informált, de azért a hallgatóknak is áruljuk el, hogy ez az ismerettség nem olyan régi keletű dolog, hanem ez pár évre múlik vissza. Három évre. És akkor ez egyből elindult, ez a közös muzsikálás, vagy egy ilyen közös egymásra találás, és ebből az ötlet. Igen, el. Ezért találkoztunk. És mi a felállás ebben? Kinek mi a szerepe? Pászti kezeli a köpőcsöveket. Köpőcső és lézerkart. Fuvola és Fuvola és Júi. A Júi az elektromos szakszofon. Elektromos szakszofon. Te pedig Hanzi, a beatek és a scratchek. És a scratchek és a dub szirénák. Ezerrel tekerjük, és azért áruljuk el, hogy ezek saját beatek, saját kompozíciók. Csak és igen. Kizárólag. Nem bootlegelés, nem. Ilyesmi. Van esetleg ilyen emléketek, hogy hol, vagy kikkel zenéltetek már ilyesmi gondolatban együtt, vagy hogy hogy formálódott ez? Utalok itt egy kicsit a Brooklyn on the Bar élményekre, meg a Szeretetlen, de bár nevű helyre. Hát ott igen, így hárman néha megvillanunk, vagy hogy mire gondolsz? Hát erre pontosan, hogy volt-e még más, mert volt ilyen felállás, hogy lemezekre, amik nem a te beat szerzeményeid. Hát igen, ez a Brooklyn on the Bar, ahol bootlegelés folyik, hogy más kedvenc zenékre szórakoztatjuk a nagy érdeműt. Mihállyal kiegészülve. Szépen az emberem, erre akartam kicsúcsosítani ezt a ahol kérdés. Néha a büntető mikrofon is előkerül. Meg az se kizárt, hogy a mai nap is, és nem az interjú mikrofonra gondolunk, ez kizárólag. A rap mikrofon. Egy rap mikrofonra. Ez mindig az alkalom szüli. Fordulok, hogy de mesélj már magadról némit, hogy te milyen formációban játszol, milyen mióta. Te milyen hát zenei világból érkeztél? Hát igazából én a zenélés az ilyen, hát húha, ilyen 8 éves koromra, tehát ő, amikor egy zeneiskola. Az a basic, kezdődött, az alapja. Basic zeneiskola, majd egy konzi, mindez fúval a szakon, majd egy főiskola. Yes. Tehát kijártam úgymond a klasszikus zenei képzést. Ezeket fontos elmondani. Igen, ezt kijártam. Aztán utána egyszer csak jött egy ilyen gondolat, hogy a könnyű zene és az improvizálás, az improvizáció világ maga, hogy egy kicsit szabadabb, tehát hogy a klasszikus zenében azért ugye van egyfajta kötöttség, de én egyszer csak így döntöttem, hogy nem, ez most én saját zenekart alapítottál, vagy formációban játszottál, session zenészként tevékenykedtél, hogy alakult? Igazából a könnyűzene és a kőbányai zenei stúdiót említeném meg, ahol ez elkezdődött, igen, és igazából ott a kezdetekből, tehát iskolatársakból, osztálytársakból verbúvárul a zenekar. Hát az első zenekarom az egy blues zenekar volt, és igen. És onnan igazából tök jó ismerettségek, tehát az iskola által és az emberek által ismerettségek, és igazából hát most hát ott tartok éppen, hogy öt formáció.
jelenleg. És azért ezt megemlíteném a hallgatóknak, abszolút, hogy különböző zsanrákban, tehát különböző műfajokban tevékenykedsz, és ezekben első mélyre. Tehát a dél-amerikai kumbiától elkezdvén a dub, a hát hazikával, a hip-hop New York. És New York. Igen. Igen, talán a Los Orangutans neve a hallgatóknak nem cseng idegenül vagy ismeretlenül. Hát aztán ami... fantasztikus a Szenával, Szena Dagadab nevű formáció. Nyugodtan lehet mondani, mert büszkélkedni ezekkel, ezeket próbálom. Aztán van fantasztikus, autentikus reggae zenekar, a Manaki. Ha... Vigyázz, Manaki. És igazából, tehát, hogy szerencsésnek érzem magam, mert hogy igazából mindegyik zenekarom is fajta a barátaimmal történik és zajlik. Tehát én a barátaimmal zenélek, nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam. Emiatt. Plusz zenei stíluson járt, az, amíg el nem végezte, kategória legfelsőbb. Hanzi, most hozzád fordulok, Hanzihoz. Te neked hogy alakult ez a pályád? Hogy kezdted, vagy miben tevékenykedtél? Teljesen a street. Teljesen. Diszkó? Én nem jártam zenei stílusra. Ilyen sulikba. Hogy hívják, ez ilyen gyerekkori szerelemből jött, hogy mi volt az a zenet csatorna? MTV. MTV, meg jó raps, műsorok, meg ilyenek. Repes érdeklődésed volt? Érdeklődés volt, de csak hogy így néha láttam ezt, akinek volt parabola antennája valakinél. És akkor ott ez így tetszett nekem, hogy lehet kifityűzni a lemezjátszóval. Jó, figyelek a mikrofonra is. És sok, hát nem tudom, 14 évesen jutottam először lemezjátszóhoz. Aha. És igazából akkor el kellett kezdjek dolgozni, hogy ezt tudjam űzni, hogy ebben nem volt semmi szponzoráció, aha, de hogy teljesen szerelem. Volt ilyen meghatározó élményed, amikor eldöntötted, hogy DJ-zni szeretnél? Persze. Hogyne? Mert ugye gördeszkás voltam nagyon, azt hittem, hogy majd az lesz az életem, és akkor az utolsó... Másfelé gurult. Az elmúlt. Méghozzá az utolsó Sportszigeten múlt el. Az mikor lehetett? 2001-2002 talán? Négy. Négy? Aha. Vagy három. Valami ilyesmi rémlik. Cirka 20 éve. Cirka. Igen, akkor 14 voltam pont, és egy ilyen csapat, hogy DJ Mango, DJ Cadik és Dr. Dermot húzták a deszkásoknak a muzsikát, és mikor a Roots Manuval Witness the Fitness című számára scratcheltek, meg Mango duplázta, akkor dobtam el a gördeszkát, hogy akkor csináljuk ezt. Igazából ez a pillanat az. Amúgy ez kéz a kézben járt nálad az indulásnál, hogy saját zenét is szeretnél csinálni, vagy ez később jött hozzá, vagy természetes volt? Igazából először azzal indult, hogy... Előbb jött? Igen, hogy először egy számítógéphez jutottam, és akkor azon... PC. Igen, Reason 4, vagy valami ilyesmivel... 2.5. Kezdődött a zenei stílusom. És utána az így apródonként szereztem össze a dolgokat, hogy tudjam ezt tűzni, de a scratchelés volt a, hogy mondjam, az elsődleges, hogy az fogott meg, igen, hogy az volt, ami úgy elindította a lavinát. Hát gondolom, hogyha az Amigókat láttad ott karistolni, akkor az... Így gyermekfejjel egy nagy influence bombát. Hülyeség ez a sportos élet. Diszkos leszek. Igen, és akkor utána ilyen helyek, hogy Kultiplex, mert ott ittam magamba a tudást. És hát jól tudom, a Tiloson is volt műsor, vagy amiben szerepeltél, még a régi-régi időben. Igen, a hogy hívják, All Night Breaks rádió show-t örököltem meg a Vidáéktól. És azt igazán, mikor is ilyen 17 évesen örököltem meg. G? Vida G? Vida G által, és Marka, Vida Laca, ők hárman csinálták, és akkor megszavazták, hogy a
az ifjú titánok. A titánokkal. És akkor utána még a Mária utcába kb. Egy olyan 5 évig csináltam ezt a műsort. Hogy igazából ő Vida G-nek köszönhetek sok mindent. Én a Vida G szakra jártam. Vida G-nek, minden is. Igen, hát meg ő nem is először hip-hop zene, hanem breakbeat, drum and bass, ilyenek stílusok fogtak meg. És csak hát ez a scratchelés dolog, hogy elég közel áll a hip-hophoz, ez utána egy később csúszott a karmaim közé, úgymond. Mert ez amiatt is majd, amit fognak itt hallani a kedves hallgatók, szerintem ez mind benne van. Igen, erősen tartalmaz mindent. Törött és töretlen ütemeket is, de inkább törnivalókat. Igen, ez egy, hogy is mondják ezt, egy ilyen egyveleg, zenei stílusból egyveleg, hogy van benne mind elektronikus, úgymond klasszikus samplingelt, hip-hop-szerű, akkor yeah, dub-orientált hangzás. Mármint Roots dub, tehát a regis gyökerek dubja, nem, az vagy a villanyos dub. Villanyos londoni. Londoni stílus. Londoni stílus, meg egy, hát majd megmutatjuk. Hát egy csipet ez és egy csipet az budakeszitő brooklyni, hogyha jól sejtem. Igen, ez a brooklyni szamuráj stílus. Kis szecsuánnal ötvözve. Igen, a nyakon öntve. Szakavatottabb, szakisabb hallgatóknak elárulnátok-e a setupot? Mikkel dolgoztok? Min fog most lejátszódni ez a csodálatos koncert? Mindent elmondom. Kérlek, olvasd be minket. Az alapok az egy Akai MPC Live 2-es szemplerről fognak szólni. Ez követően kiegészülve egy dub szirénával, és utána egy keverő lemezjátszó, amit csak a scratch fűszerezése véget szerepel a setupba. És akkor a láncot folytatva, mondd el. Hát igazából nálam egyetlen egy kütyüke, ez egy effekt pedál, egy TC Helicon, aztán onnantól kezdve pedig igazából egy fuvola, igen, és egy Akai, Jui. A Jui. Igen. A Juika. Igen, úgyhogy igazából én ennyivel. Kicsit olyan, mintha Akai szponzorálna minket, de nem. De nem! Ez most egyben egy felhívás is a kedves Akai munkatársoknak, netán, hogyha hallgatják az adást, tartsanak még egy kicsit ki, hallgassák végig ezt a beszélgetést is, és győződjenek meg saját fülükkel arról, hogy támogatandó ez a projekt. Jöhetnek az MPC padok meg minden. Na de visszatérve, készül-e bármilyen hanganyag, lemezetek, single, bármi? Mert igen, ha jól tudom, eddig nem volt, vagy hogy a Spotin interneteken, vagy fizikális igen, formátumban. Igazából az a helyzet, hogy nagyjából kész van. A dátumok kitalálásával vagyunk egy kicsit elmaradva. Hogy úgy mondjam, nem vagyunk a social bajnokai. Fotózapos meg videózok. Köszönjük szépen, igen, azt mondjam. Te viszont, igen. Szóval, hogy igen, vannak tervek természetesen idénre is, és lesznek megjelenések. Amik most el fognak hangzani, és van köztük olyan, amelyik meg fog jelenni. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy nem... Szingülökbe fog bizonyos időközönként. Szingülöket terveztek, és majd egy albumá ez összeáll, vagy szeretnétek egy nagy lemezt is, vagy inkább dalokban. Igen, meg hogy most nagy divat ez a szingülözés, hogy havonta egy kikerül majd, és akkor, bocsánat, egyszer csak majd lesz belőle egy nagy lemez. Na akkor azt elmondható így, ez teljesen helytálló, hogy ti nem egy... vagy nem csak egy live act duo vagytok, és most direkt mondom így, hogy csak, tehát nem ez a fókuszotok, hogy kizárólag élőben adjátok elő improvizatív ezeket, hanem ezek szerkezetre megírt dalok, amik előbb-utóbb meg fognak jelenni, és hát nyilván improvizatív elemeket is tartalmaznak, vagy ha nem játszátok el kétszer ugyanolyan hosszúságban mondjuk, vagy... Igazán úgy van, hogy van stúdió verzió, ami szerkezetileg van összerakva, de hogyha élőbe adjuk ezt elő, akkor az teljesen improvizatív. Hogy
mindig az alkalom szüli, hogy hogy fog kinézni. És hol tudtok ezen dolgozni, hol tudtok rögzíteni? Brooklynba, a Bomboklár Production Office-ba. Ezt igazából Budakeszin található. Ott elnevezték azt a városrészt Brooklynnak, ahol én lakok, Budakeszin belül. Nem én voltam, de ott nyílt meg a kis odum, ahol faragom a zenéimet, meg edzünk. Hát is persze, felvételek készülnek. Most már kibővült a patakparttal. Igen. Hogy épp pedig a Dunakanyar van. Érdekélek is. Ott pedig is. A patakpart sessionök néven. Ez milyen a fejtés. Milyen jó alkalmat adta tényleg dal magok elhintésre, vagy születésre egy olyan környezet, vagy hogy ott tudtok dolgozni. Igen, több projektbe szerepel elmentés címként, hogy Patakparti Amerika például. Hogy igen, közre játszik a helyszín, hogy hol születnek a dalok. Várható valamilyen fellépésetek a közeljövőbe, tudtok erről, terveztek-e valamit, vagy most dolgoztok ezen az anyagon, és kivárjátok az időt? A következő egy órában lesz a következő fellépésünk. Ez most a program ajánlót hallhattatok. A Tilos Rádió 90.3-on lesz akkor egy fellépés. De így most nincs előre lebeszélt dátum sehol, se fesztivál, semmi. Ez mindig így random születnek. Értem. Gyúrjátok akkor az anyagot, dolgozzátok rajta. Mindenképpen. Tudtok, van rá lehetőségetek, hogy összejöjjetek minél gyakrabban, vagy hogy tudjátok ütemezni, viszonylag sűrűn tudtok ezen dolgozni? Vagy persze, ilyen ritkábban? Hetente tudjuk. Ez elég professzionális. Akár van, kétszer is. Jó. Ja, és akkor itt a műsorra is, igen, hogy készültünk. Mennyit? Négy alkalommal igen, körülbelül. Ó, edzettetek rá. Edzés volt. Meg hát az albumot azt a patakparton raktuk össze, amit így előre láthatólag, vagyis ki fognak jönni trekkek, azok készen létben vannak a fiókba, már csak ki kell engedni őket. Na, hát kívánok ehhez sok sikert. Köszönjük. És még azt szeretném megkérdezni, hogy azért teszem, hogy ha jól tudom, Pászti, te is írsz beateket, vagy hogy talán ezen lesz, ezen az anyagon olyan zene, vagy produkció, aminek a gyökeresebb alapjai hozzád fűződnek. Előfordulgat, egész pontosan ez nagy spoiler volt? Egész pontosan egy lesz rajta. Na. Igen, nekem is vannak szánypróbálgatásaim. Hát majd nekem azért még ki kell fordni a magát ennek a dolognak, de hát abban a szerencsés helyzetben lettem az első beatemben egyből, hogy a Szena dagadó vokálozik rajta. Úgyhogy így... Fantasztikus! Lesznek ilyen vokális dolgok is akkor az albumon? Fel lehet fedni egy-két nevet? Vagy egy kis promóciót? Hogy mire várhat az, aki vár? Lesz, igen, Szenával egy közös track, lesz Dénessel, a Nes. Nagy Dénessel. A Nagy Dénes Nes, Slow Village. Lassú lesz Balázsom is Mihállyal. Ki az? És szövegesből ennyi, a többi az titok. Ó, nagyon jó. Akkor még a dátumokat némi ilyen kellemes homály fedi, de ez mind az izgalom jegyében. Arra gondoltam, hogy lassan neki is láthatnánk ennek a koncertek, én még azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg üdvözöltök-e valakit, shoutoutok, gondolatok, apuk, anyuk, tisztelet. Anyukámat Brooklynba csókoltatom. Brooklyn mama Ági. És hát minden Yamannak ott keszire. Szecsuániakat köszöntjük. Szecsuáni barátok. Jó. Meg még egy nagyon fontos, honnan a név? Mi ez, hogy Enzi? Miről van itt szó? Ajjaj. Hanzi, hogy jött ez az Enzi? Van ennek valami története? Ez egy kicsit mély sztori. Van, de akkor elmondom. Van még műsoridő. Jó, ha már így belementünk. Már létezett ez a formáció. Volt műsor. Több fesztivál. Untitled. Voltunk itt-ott nyáron, tavaly előtt óta már van. És akkor a név az nem született meg. Oh.
De és akkor így, mikor közelgett az első hivatalos felkérés talán a Bondoró előtt lett ez az egész. Igen, igen. Akkor még egész máshol volt az irodánk. Még a Bombaklat produkciós iroda előtti éra. Igen. És akkor ott egy idegen srácba belefutottunk, hogy bemutatkoztunk neki. Én mondtam, hogy szia, Hanzi vagyok, Pászti mondta, hogy szia, Pászti. Jó, oké, kérdeztek, nem, oké, jó, mindjárt jövök, jön. Ja, hogy is hívnak titeket? Henzi és Hanzi? És akkor így összenéztem, hát, valószínűleg ez. Hogy egy éve gondolkodunk, nem sikerült, hogy legyen ez, ez lett. És akkor utána így kitaláltuk, hogy, vagy nem kitaláltuk, hanem így éreztük, hogy ez annyira nem... De Stani is van, Henzi is... Meg Lolka és Bolka. Tök jó, meg viccesnek hangzik, de nem az. De ez egy vérkomoly dolog, és akkor ne legyen. Csak közben, ahogy telt múlt az idő, ez így maradt, ez tartotta magát, ez az állapot, és ezt már így megszokták, így ismerősök, meg aki hallott erről az egészről. Én is így hallottam ezt vissza, hogy a Hanzi és Henzi show formációról, igen. És akkor egyszer csak egy... közös ismerősünk bemondta, hogy... A Haramia. Egy Haramia. Egy Haramia. A Tauner Kata. Big up, Kati! New Yorkba. Ráadásul. Ráadásul Egyesült Államokba. Nagy ölelés. Szia, mi a Haramia? Szóval ő. Neki köszönhető. Mit szóltak ehhez, hogy N akosztrof Z? A gerillás, hogy kitalálta. De öleljük. Yeah, yeah. És akkor így nézem, hát ez, ez minden. Ebben benne van a Henzi és Hanzi is rejtve. Én mert ez az apostrof az baró. Az igen, az, az olyan rock'n'rollos. Igen, R&B, rock'n'roll, Henzi. Így. Na, csapjunk bele a rock'n'rollba, mit szóljátok hozzá. Ez még mindig a Tilos Rádió, Sample Temple, FM 90.3, itt éjféltől fél kettőig szórjuk, és pár pillanat technikai átállás, lehúzzuk a mikrofonokat, és feltoljuk a kütyüket, maradjatok velünk. Van egy bi a gépeken. We'll be right back.
YouTube. I came to see a man. Oh, yeah. You have a friend living in Okinawa? Not quite. Not friend? I never met him. Never? Who is he? Hattori Hanzo. Mind.
Ja, ich denke, move on. Thank you.
system, blood clad, expensive and dear. Who the fuck is pulling up? We think Ghana abroad. Yeah, the real world, we say. We think blood clad global. Make them know this, yeah. Drop it again. Drop it again. Drop it again. Blood, 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 blood
Quelle gamone de mandula, quelle gamone de oui amont à me. Eh oui amont à me. Thank you.
weighted down, waiting. Wait, kamion a falbat a szív. Hip-hop ütembe zárva, csak rabadabb. Állati jó lesz, ha meg embereled magadat. Leszarom, hogy kire megy a szavazat, mert csak óbégatok, mint a szamarat. Tétova tekintet, megüli a szemeket. Hanzi a remete, alkotta ezt a remeket. T-rex a flow, mint egy pohár víz remegek. Mert annyira laposak mostanában a gyerekek. De nincs a belláta, oda csap a szett. Úgy elzavar a vacsora, oda haza lesz. Túl sok az olcsó, meg a Buffalo szócső. Ide néz már, faszi, milyen csoda csapat ez. Járatabb lesz. Rágódni örök
oké lesz, min inkább figyeld, hogy áradabb lesz szín, és rögtön jobb lesz minden. Magaddal legyél csak egy szinten, magaddal legyél csak egy szint. Rágódni örökké lesz, min inkább figyeld, hogy áradabb lesz szín, és rögtön jobb lesz minden. Magaddal legyél csak egy szinten, magaddal legyél csak egy szint. Csak egy szint, rágódni örökké lesz, mert inkább figyeld, hogy áradabb lesz szín, és rögtön jobb lesz minden. Magaddal legyél csak egy szinten, magaddal legyél csak egy szint. Rágódni örökké lesz, mert inkább figyeld, hogy áradabb lesz szín, és rögtön jobb lesz minden. Magaddal legyél csak egy szinten, magaddal legyél csak egy szint. Rágódni örökké lesz, mert inkább figyeld, hogy áradabb lesz szín, és rögtön jobb lesz minden. Magaddal legyél csak egy szinten, magaddal legyél csak egy szint. Rágódni örökké lesz, min inkább figyeld, hogy áradabb lesz szín, és rögtön jobb lesz minden. Magaddal legyél csak egy szint. Check egy, kettő, egy hangpróba. A stíl marad, a rap folyamatos. East West mindig megy, mint a 4-es, 6-os. Sok éve azonos a tűz, az eszköztár. SM58, tek a 12-100. Kezdődjék hát, return of the b-boy style. Improvizatív vizeket importál. Rimtornák a hely előtt, analóg két csatornás keverő. Belépő CD-ben 1005. A vágy ugyanaz, mint 10 évvel ezelőtt. És még nem mondanám, hogy kizenéltem az erőt. Végezd el a melót, tiszteld az építész. MC, respekti régiség.
testvér, a hip-hop mégis él. Csak attól függ ki, hogy amit képvisel. Csak attól függ ki, hogy amit. Csak attól függ ki, hogy amit képvisel. Csak attól függ ki, hogy amit. Mit. Csak attól függ ki, hogy amit képvisel. Itt a Hanzi, itt meg a Pászti. Ez itt Gyilas Rádió 90.3. Szemtől szemtől, amit most hallgatsz, barátom. Meg a Hanzi, yeah, meg a Pászti. Bizony, ez az Enzi, Gyilas Rádió 90.3. Szemtől szemtől szólt, barátom. Remélem mindenki veszi az adást. I'm going to go to the hospital.
24 24 24 per 7, 365. A siker a munkát folyamat nyomatba jön már. Ha teher alatt nő az álma, srácnak ki vagyok valahol a múlt folyamában. Iskolák nélküli DIY karrier, a hűtőbe tömlő sajt és parizer. De sok a szobában hangfalból saját zene szólt eleje. Ilyen volt emberből, kerestem pénzemet a hip-hopból. Hogy ki mit gondolt? Kontrollvesztésből fejlődött a flow módban. Hiszek a szorgalomban és a padlott szolgamódra. Tapasztalat az is, hogy már volt a rosszabb korszakomban szárnyalok. De maradok föld közel, közben saját magamnak kell legyek főnökem. Mint csillag a szegen közel, ugyanennyi stressz. De nem baszok ki magam, ma sem nincsen munkahelyi szex. A melomért vagyok, mert a melomén vagyok, nálam élet folytik a night of fight. A melomén vagyok, mert a melomén vagyok, repélet van, nem kell neked gyászdu meg. Tilos Rádió 90.3, Sample Temple, Enzi a házban. Az előző közel egy órában Hanzi és Pászti zenélt nektek, a.k.a. Enzi. Mindenki figyelje majd a megjelenést, hamarosan jön. Ez még mindig a Sample Temple, Tilos Enzi! Ha ha ha!